Köszöntöm kedves nézőinket, Őseink hagyatéka című műsorunkat látják, és a vendégem ismét nagy tanítóm, barátom, Hungarikum, a lovasíjászat világbajnoka, és újraélesztője és fenntartója Magyarországon, Kassai Lajos. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Ha már lovasíjászat volt az utolsó, bár a legelső, számomra is, szerintem számodra is, mit üzen, vagy mit üzensz te ezáltal az embereknek? Mert látszik, hogy ez nem csak egy hobbi és nem csak egy sport, hanem ez egy nagyon komoly elhivatottság a részedről. Nevezzük a lovasíjászatot harci művészetnek. És ha így hívjuk, hogy harci művészet, akkor már a művészetek körébe tettük be, és ettől kezdve nagyon egyszerű definiálni. Én azt gondolom, hogy az a művész, aki közvetít, valamit saját magán át tud engedni. Az igazi hegedű művésznek valami viszi a kezét. Egy igazi zongora művésznek valami vezeti a kezét. Tehát ez nem lehet kontroll alatt. Ezt egy darabig lehet, amikor tanulod, és utána átadod magad ennek az érzésnek. Egy festőnek valami viszi az ecsetét. Tehát valami átmegy rajta, ugyanez a helyzet a lovasíjászattal is. A kérdés, hogy mi? A kérdés az, hogy ki üzen, és hogy mit üzen. De az igazi művészet az mindig az, amikor én saját magamon valamit átengedek. És amikor én nem vagyok bent, vagy minél kevésbé vagyok bent a folyamatban, ez annál nagyobb élményt jelent, és annál tökéletesebb a gyakorlat végrehajtása. A lövések akkor biztosak, amikor te ki tudsz maradni ezekből. Hát, hogy egy kicsit a nézők is, akik még nem ismernek, bár én nagyon őszintén remélem, hogy ha már az egész világ ismer, akkor minden magyar ember ismer téged. De mégis a lovasíjászatról, a kassai lovasíjászatról, ugye elmondanád az alap pilléreit? Tehát, hogy el tudják képzelni a nézők, hogy egyáltalán hogy történik ez? Hát nagyon érdekes a lovasíjászat, mert most már közel vagyok a 30 évhez, amit ezzel az íjászattal, lovasíjászattal töltök. Az íj az egy lehetséges út belső mikrokozmikus világunk felé. Minden lövéssel egy picit közelebb tud magához kerülni az íjász, ha ez a célja vele. De lehet lövöldözni is. Lehet az a fontos, hogy eltalálja a célt, de lehet az is, hogy miközben lövök, miközben megpróbálom a célt eltalálni, figyelem magam, mi történik benne. Mi történik, amikor a célra emelem az íjat? Mi történik, amikor megfeszítem az íjat? Mi történik akkor, amikor oldok, elengedem, kirepül az a nyíl? Mit érzek, amikor mellé lövök? Mit érzek, amikor belelövök? Mit érzek akkor, amikor sikerem van egy versenyen? Mit érzek akkor, amikor nincs? Tehát, hogyha megvan ez a lehetőségem, hogy én egy picit elkezdjek befelé figyelni, akkor nagyon érdekesen ki tud alakulni egy belső út, minden lövéssel egy picit közelebb tudok kerülni önmagamhoz, és egyre többet tudok meg erről a mikrokozmikus világról. Sejtek milliárdjaiból épül föl az ember, és az nyeri a versenyt, aki több sejtjével tartja a kapcsolatot. Tehát minél nagyobb az összhang a sejtek között, a kommunikáció, annál tökéletesebb lesz a gyakorlat. Na most a ló az a külvilágot szimbolizálja ebben a játékban. Tehát akkor, amikor én a lóval dolgozok, akkor én mindig a külvilággal dolgozok. Akkor, amikor én megpróbálom a lóval megtalálni a harmóniát, akkor én a külvilággal találom meg a harmóniát. És egy embernél nagyon fontos ahhoz, hogy egy harmonikus életet éljen, hogy mindkét irányba tegyen lépéseket, önmaga megismerése felé, tehát mélyen hasonló, hogy ki vagyok én, miért születtem erre a világra, mik az én képességeim, milyen utat fogok én itt bejárni, miért születtem ide, és a többi, és a többi. Tehát vannak a létezésnek a nagy kérdései. Ez a befelé vezető út, a kifelé vezető út pedig az, hogy én tökéletes harmóniában legyek a külvilággal. Na most a lovasíjászatban, a lövés pillanatában, akkor, amikor én a vágtaugrás felső holdpontján oldok, és elereztem a nyilat útjára,
az a nyíl fog találni, amelyik abban az állapotban került kirövésre, hogy mind befelé, mind kifelé én tökéletes harmóniában voltam. Mind önmagammal, mind az engem körülvevő világgal. És hogyha most a fizikai részét boncolgatjuk ennek, ez a lovas íjászat filozófiája. Tehát amikor én az íjászatot tanítom, akkor én egy befelé vezető utat tanítok. Amikor a lovaglást tanítom, akkor én egy külvilággal való kapcsolatot tanítok. Ha most lebontjuk fizikai történésre, akkor a lovasiászat az nagyon jó ritmus és egyensúlyérzékkel. Tehát tökéletes ritmusba kell lennem a lónak a mozgásával, és akár előre, akár hátrafele forgok, nekem teljes egyensúlyba kell lenni. Az íjászathoz meg egy nagyon jó térérzékelés kell. És hogyha ezek megvannak, akkor még mindig nem lesz lovas íjászat elégvesből, mert kell egy olyan tulajdonság, ami, ha most azt látom, hogy a legmagasabb eredmények eléréséhez kell, az pedig az összpontosítás. Ugye az európai nyelvek a koncentráció szót használják. A lovasiászatban nem tudsz koncentrálni. Az íjászatban tudsz koncentrálni, de a lovasiászatban csak összpontosítani tudsz. És ez egy nagyon fontos, hogy nekünk erre van egy szavunk, mert az összpontosítás teszi lehető, hogy összponttal én kapcsolatban legyek. Tehát kapcsolatban legyek a céllal, és kapcsolatban vagyok a lóval. Most az, aki koncentrálni tud, az egy jó íjász lesz. De ahhoz, hogy valaki jó lovasiász legyen, annak összpontosítani kell tudni, ami azt jelenti, hogy egy időben tökéletes kontroll alatt van a ló, érzem a lónak a légzését, a vágtaugrását, a szívverését, befelé érzem a légzésemet, a szívverésemet, az egyensúly és a lövés ott megy le. Tökéletesen tartom a kapcsolatot a lóval, miközben tartom a kapcsolatot a céllal, tehát ez összpontosítás. Igazi, jó lovasiász abból lesz, aki rendelkezik ezzel a képességgel. És még nem állt hozzá nagyon sok szorgalom. Mert a képességek azért azok nehezen fejleszthetőek. Tehát azért kellenek bizonyos képességek ahhoz, hogy az ember komoly eredményeket érjen el. És akkor, hogy még világosabb legyen a nézőknek, ugye van a kassai lovasi ászpálya, ami ugye 90 méter hosszú, előre, oldalra, hátra lövés, és mindez 18 másodperc alatt kell megtenni, ugye? Tehát nem mindegy, hogy... 99 méteres 99. a pálya, és 20 másodperc áll rendelkezésre. A 99 méteres pályát 20 másodperc alatt megtenni, ez egy 300-as íramot jelent, ami azt jelenti, hogy 300 métert megy a ló percenként. Ez egy alapíram, ez egy nagyon kényelmes vágta tempó, ez olyan, mint hogyha a somogyi ugrósból minden egyes ritmusra te kilőnél egy nyilat, mert van egy ilyen alapgyakorlat is, amit nagyon sokat gyakorolunk. Ebből a tempóból mennek a lövések, hát 50 méterről megy az első, folyamatosan lőjük a célt, és aztán 50 méterről megy az utolsó, vagyis nagy távolságból is tudunk lőni, pontosan és gyorsan is kell lőni. Nagyjából ez a pálya magába foglalja a lovasi íjászatnak az eszenciáját. Hány lövés általán? Tehát mi a minimum várás? Nincs ilyen, tehát mindenki a képességeinek megfelelően tevékenykedik a pályán. Amikor a rajtengedély megkapja egy lovasiász, akkor már egy 3-4 veszővel stabilan tud dolgozni, és egy olyan 30 és 120 pont között teljesít. Nagyon erős az előkészítés, ezek az alapozó vizsgák, és amikor megvan a rajtengedély, akkor indul el egy lovasiász versenyző pályafutása, és aztán folyamatosan növeli a vesszők számát. Én 14 vesszővel edzek, és 12 vesszővel versenyzek. Tehát 12 vesszőt ki tudok lőni 17 másodperc alatt célba. Hát ez azt hiszem, hogyha most egy kicsit végig gondolják a nézők, hogy ez mit jelent. Én mindig, amikor életmód táborban nálunk az iskolával a tanyában, akkor egy nap mindenképp az íj, és egy nap pedig a lóé a tanítványaim részére, és amikor az íjat a kezükbe adom az egyszerű embereknek, van, aki a fakanál mellől jön el, vagy egészen más szakmája van, többnyire nem fogtak még kezükben kassai íjat, akkor először odaállnak a céltől 15 méterre, és akkor mondom, hogy mindenki 5-5-5-5 lőjön.
hát amennyire lehet a céltábla közelébe, tőle telhető legjobban, aztán üljünk le is, és beszélgessünk egy kicsit az íról, és hogy kik voltak a mi őseink, hogyan tudtak íjászni, és akkor mindig felhozom a te példádat, hogy képzeljék el a tanítványok, amikor mondjuk egy tyúmen, egy 7-10 ezer lovas íjászból álló hadtest elindul egy rohamra, és gyakorlatilag 20 másodperc alatt 18 ezer íjveszőt tudnak kilőni. És ráadásul pontosan, tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy perc leforgása alatt elfeketedik az ég a nyilvesszőktől, és hát, hogyha ilyenre volt szükség, akkor bizony a föld is elvörösödik az ott fekvő testükben nyillal vergődő, vagy már nem is vergődő emberektől. Tehát ezt tudták az ősök azért, amikor megjelentek, és ugye nem szabad elfelejteni, hogy mikor volt a Melki csata, akkor például Kopány Horka az gyakorlatilag két tyúmennel, tehát 15 ezer lovas íjásszal, mondhatjuk nyugodtan, hogy porig alázta Cipakodó Henriket, aki viszont 30 ezer lovaggal volt ott, és 20 perc alatt eldőlt a csata. Nagyon összetett volt. Én óvatos vagyok a mai sporteredmények felszorzásával. Tehát ezek sporteredmények, amik azzal a céllal történnek, hogy minél nagyobb teljesítményt érjünk el a sportban, ezt nehéz a csataterekre kivetíteni. Tehát azért ezt tudni kell, hogy harcíjakat használtak, ott egy tömeget folyamatába kellett mozgatni. Az biztos, hogy nem szorongattak 12 vesszőt a kezükbe, egy olyan 3-4 vesszőt fogtak az íjhoz. Én például csatában egy 5 vesszővel lennék a kezembe, és mindaddig tegezből venném elő a vesszőket, amíg azt az idő lehetővé teszi. Abban a pillanatban, hogy közvetlen közelemben van több oldalról az ellenség, használnám a gyors lövést. És hol a kézből, hol a tegezből, tehát nagyon, nagyon sokféle technika van. Én nagyon, sajnos vannak olyan íjászok, akik úgy gondolják, hogy az ő technikájuk a világ legjobb technika, azt mindig a helyzet határozza meg. Tehát én ugyanúgy lövök jobb kézzel, mint bal kézzel. Én ugyanúgy lövök az íj markolatának a jobb oldaláról, mint bal oldaláról. Tehát én nagyon sokféle technikát használok, mert úgy gondolom, hogy van egy harchelyzet, amiben az a technika lesz a legjobb. Tehát egy harcos, az készüljön föl, remélje a legjobbakat, és készüljön a legrosszabbra. Tehát minden harchelyzet kell tölteni tegezből, kell tölteni övből, kell tölteni úgy, hogy a feszítő kézben vannak a vesszőkkel, úgyhogy az immarkolatánál van. Nagyon sokféle technikát hozott létre az ember a történelem során, egy 30 ezer éve már biztosan íjászunk, tehát pattintott kőkori hegyek ebből a korból vannak, és használta az ember, és nagyon sokféle módot dolgozott ki. Én ehhez semmit nem tudtam hozzátenni, tehát ez a technika, amit én használok, ez már a szkítáknál ott van, és a szkíta a kő domborműveken lehet látni, ahogy az íjász odafogja az íj markolatához a vesszőket. De vannak olyan ábrázolások, ahol a feszítő kézben van a vessző. Tehát nagyon sokféle technika van. Én lényegesnek tartom azt, hogy az ember ne zárja ki egy technika javára a többit, hanem igenis gyakoroljon mindent. Én legalábbis ezzel így vagyok, és aztán azt a harchelyzet fogja eldönteni, hogy mit hoz. Mérgezték a vesszőket. Nagyon egyszerű módja volt, hogy dögbe állati foszló tetembe beleszúrták. Na most azt az acél pengét, ami borotva élesre ki van fenve, azt csak beleszúrod egy hullába, ami most mondjuk már több hete erjed, ott az előző csatatéren, akkor ott azonnali tetanusz fertőzés van. Elég megsebesíteni. Tehát nem, ezek teljesen általános dolgok voltak régen. Nyilvánvalóan ez némi körültekintést igényel, hiszen nem szúrhatja bele saját kezébe, saját magába. Aztán használtak mérgeket is, egyértelmű volt, hiszen egy sebzés akkor nagyon komoly következményekkel járt. De egyből megegyezhetünk, hogy akkor is félelmetes haderőt képviselt a magyar lovasíjász, vagy hun lovasíjász tyúmen. Nagyon nagy átütő erővel rendelkezik a lovasíjászat, és ugye azon el kell gondolkodnunk, hogy európai népek ezt soha nem sajátították el. Tehát ennek a kultúrája a lovas nomád népek, az íjfeszítők népe, ami gyakorlatilag
a kínai nagyfaltól a Rajnáig pulzál, és gyakorlatilag belső Ázsiától egészen a Kárpát-medencéig mozog. Rendkívül hatékony harcmodor volt, soha nem alkalmazták európaiak. Tehát ez a harcmodor valahogy ehhez a kultúrához kötődött be, és nagyon fontos tudni azt, hogy hát ebbe születni kell. Tehát ebbe bele kellett születni, mert aki ezt nem csinálta professzionális szinten, az önmagára sokkal veszélyesebb volt, mint az ellenfélre. Tehát megpróbálta Bizánc hadrendbe állítani, és azt mondta, hogy annyira hatékonyak a lovasiász népek, hogy nekünk is ezt hadrendbe kell állítani a lovasiászatot, és elhatározták, hogy bizánci zsoldosokat kiképeznek lovasiásznak. Nem sikerült. Tehát ebbe bele kell születni, ebbe a kultúrába, kicsi gyerekkorban már el kell kezdeni lovagolni, azt a lovaglást ösztönszerűen csinálni, a lóval való kapcsolatot tökére kell fejleszteni, és az íjászat ezeknek a népeknek mindig a privilégiuma volt. És ugye volt egy nagyon fontos még, ami segített nekik sokat, ugye hát úgy is hívták őket, ugye a nyugati népek, a mi keleti népeinket, a keleti őseinket, hogy ők az apokalipszis lovasai, hiszen rettegtek a lovasi íjászoktól, és hát ugye azért nekik volt egy nagyon komoly ős hitük és vallásuk, amit aztán minden megpróbált Nyugat-Európa megtenni, több-kevesebb sikerrel, hogy el is vegyék. De ugye őket azért nagyon komolyan az ős hitük, vallásuk az összefogta. Ami gyakorlatilag szintén hasonlóan alapult, amit te magad is mondtál, hogy a befelé figyelés. Tehát folyamatosan figyelték magukat. Nézd, én sajnos nagyon kevés konkrétumot tudok az ősök hitéről. Maradtak fönn különböző foszlányok, leírások. Miután nekem nem ez a területem, én nem tudok összefoglaló képet adni ezekből a dolgokból. Ami fönnmaradt, és nekem nagyon, nagyon maradandó gondolatcsokor, amikor a görögök megfogalmazzák azt, hogy a szkiták többre mentek azáltal, hogy nem ismerték a bűnöket, mint a görögök azzal, hogy annyit tudtak az erényekről. Ez sokat elmond erről a népről. Tehát a Hérodotosz is és az utazók békés teivóknak írják le a szkítákat. Tehát mi, akik most ilyen borzasztó véres harcias népként apostrofáljuk az őseinket, és én is ezt gondolom, érdekes módon az utazók, békés teivók, ez a szófordulat, ez végkíséri, és nagyon nagy harmóniában éltek a természettel, ezt írják. Tehát békés bölcsnép volt, ami azt jelenti, hogy ők nem folytattak ok nélkül háborút. Nagyon érdekes ez a történet, amikor a perzsák megtámadják őket, és a szkíták a felperzselt földtechnikát alkalmazzák, visszahúzódnak. Ilyenkor általában a támadó sereg, ha hosszú időn keresztül nem jut élelemhez, akkor kiéhezik, hiszen hosszú távon nem tudja pótolni. Tehát egy haderő arra számít, hogy én majd az ellenségtől elveszem azt, amilyen van, én azt ott megeszem, jól élek, haladok előre, mert hogyha az élelmezésemet otthonról kéne megoldani, az iszonyatos pénzbe és energiába kerülne, és logisztikailag egy szinte lehetetlen feladat. És akkor az oroszok is ezt a felperzselt földtechnikát alkalmazták, mind Napóleonnál, mint a németeknél. Egyszerűen visszahúzódnak, és már ott szédelektek a perzsák, amikor követeket küldtek a szkítákhoz, hogy ütközzetek meg, és akkor a szkíta király azt a választotta, hogy okunk nincs. Okunk csak egy lenne, ha földújjátok őseink sírját. Tehát adtak egy okot. és hát aztán nagyon el lettek verve. Gyakorlatilag ez az a nép, amivel nem tudtak újat húzni a perzsák, meg senki a térségben. Ami megint csak a kiválóságukról. És hát az Amazon nem legenda, hiszen ezekből a szkíta kurgánokból, ugye visszatérek Krim professzorra, akivel sikerült nagyon jó barátságot kialakítani, és azóta is tartjuk a kapcsolatot. Szőkék, kék szeműek, vörösek, feketék, tehát nagyon színes a világ, nagyon szerették a parókákat,
tehát hatalmas szőke, vörös és fekete parókák díszítették a szkítákat. Vannak olyan kurgánok, amik jégbe voltak fagyva és szinte érintetlenül megmaradtak. A szkíta hercegnő a 175 centi magas férfi fegyverzettel, a tetoválás megmaradt rajtuk. Voltak női harcosaik, és az is a történet része, hogy amikor a perzsák megtámadják őket, akkor a női alakulattal csapnak össze, és azt mondják, hogy elnézést, ha a csajok ilyenek, akkor mi nem akarunk a férfiak a konfliktusba kerülni, és ez is egy ok volt a visszavonulása. De engedd meg egy történetet, ami talán mindent elmond a barátságról. A szkíták a barátságot tartották a legfontosabbnak. Mindenek fölött a barátságot tartották. Ez az anda szó, tudod-e, hogy mit jelent? Ez a fogadott testvér. Anda. Az anda az mindig egy erősebb kapocs volt, mint a vér szerinti. Mert a vér szerinti testvér oda születik, de az andát, a fogadott testvéret, ezt te választod meg. És a férfiaknál szokás volt, megmaradt ez a mongoloknál is, még Genghis Khan idejében is. A mongolok sokkal tovább vitték ezt a szokást, mint mi. A vérszerződés is innét ered, mert ezek a férfiak, fiatalok félrevonultak, elvonultak a világtól, fogadalmat tettek, és amikor a fogadalom után visszajöttek, ettől a pillanattól kezdve testvérek voltak. És ahogy a két testvér hazaérkezik, azt látják, hogy elfoglalták a falut. A perzsák, és az egyik a viaskodásba a folyó egyik felére került, ő át tudott menekülni, a másik perzsa fogságba került, és akkor azt mondták, átkiabált, hogy engedjétek el a testvéremet. Visszaszóltak a perzsák, hogy elengedjük a szemed világáért. Azt mondta, jó, és átment a folyón. A perzsák megvakították, majd a testvér ezt a világtalan fivérét átvezette a folyó túloldalára. És akkor megint azt mondták a perzsák, hogy talán nem kéne konfliktusba kerülni ezzel a néppel. Hát azt hiszem, hogy ez egy tökéletes példa és leírás az őseinkről. Van esetleg valami üzenet vagy mondat, amit így eljuttatnál a nézőkhöz? Tartsd a jószágot természete szerint. Legyen úgy. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és gazdagítottad a tudástárunkat, hogy elfogadtad a meghívásomat. Én is köszönöm a kedves nézőknek a figyelmét. Én is egy mondatot oda tennék, ami Attila egyik fennmaradt mondata volt. Higgy és soha ne add fel. Ez egy nagyon fontos mondani való. Már akkor is így gondolták. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, hogy itt voltál. Dicsőséget az őseinknek, és szép jövőt az utódainknak. Hey, I'm not, hey, oh, hey, I'm not.